Nem mondja valaki, hogy ez egy karácsonyi maradékokból készült, akkor én azt mondom, hogy ez valamilyen első osztályú étteremben vagyunk. Nagyon jól néz ki. Sempergeres Rolandék elkészültek. Ezt a finomságot én ezt imádom, tehát ez bárki elkészítheti tényleg otthon ebből a néhány zöldségből és gyümölcsből, feltesszük mindenképpen a honlapunkra, mert nagyon finom. Nincs sok időnk, mondd el gyorsan, hogy miből mi készült. Ugye megmaradt lencséből egy salátát készítettem, gránátalmával, balzsamecettel, kis körtével. Ez egy kitűnő frissítő saláta, hozzá megmaradt sült húsból csináltam összevágva, majonézzel, tormával, sajttal betöltöttem egy tésztát. Ilyen empádaszerűség lett, vagy egy ravioli. Ott van benne. Lepirítva, és a megmaradt beiglem, megszáradt, egy vaníliasodóval, almával, fahéjjal összesítve mindjárt új értelmet nyert, és mindjárt zaftos deszert lett belőle. Kis tejszínhabbal tárolva. Tényleg, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen, nem minek hívják ezt, mit mondtál az előbb? Hasé, igen, ilyen hasé. Uh-huh. Tehát, hogy amikor ránéztem arra a húsra, amit így hoztam, azt mondtam, fú, hát ebből már az elmúlt hetekben mennyit ettem, de hogy így ebben a formában. Igen, én is a három napig ettem a sült húst, viszont így összevágva, bekever kis sajttal, tormával, lehet fűszerezni bármivel egyébként, amit szeretek, sajttal is betöltve egy leveles tésztába. De azért ez kell kreativitás, nem? Vagy ez mi tapasztalat kell, vagy mi az? Hát mind a kettő ötleteknek, igen, hogy kicsit gondolkodjon az ember, miből mit lehet, mihez mi illik. Hát próbálkozni kell. Nekem is volt, amit elrontottam néha, hogy nem olyat tettem bele, hát az ember mindig tanul. Főleg egy szakács mindig tanul. Nyilván. És hát azért, hogy ezt áruljuk el, hogy ez a tepsi tele volt még a reklámszünet elején, de nagyon kedves operatőrök, szerkesztők, és sokan mindenki, vagyunk, aki itt dolgozik, tehát hogy nem lett ez olyan rossz. Igen, az újra gondolt beigli mindjárt. Finoman szól. Köszönjük szépen.